A díszletek után megérkeztek a Mary Poppins jelmezei is. Ezeken az úgynevezett öltözéses próbákon derül ki egyfelől az, hogy a ruhák jó méretűek-e, másfelől, hogy alkalmasak-e a gyors öltözésekre. Ugyanis sokszor 10-20 másodperc alatt kell komplett ruházatot cserélni. Ez okozza a legnagyobb fejtörést a színészeknek és természetesen az öltöztetőknek is. Most belesünk a Mérik és a Bertik ruhatárába. Vártátok a jelmezeket? Nagyon? És milyenek lettek? Én nagyon vártam, és megmondom őszintén, én nagyon tetszem magamnak benne. Remélem, hogy ezzel tetszett. Mindenki így is lesz. Mind a három nagy gyönyörű. Azok nagyon jók. Most, hogy ilyen dolgokat csinálj, és most nem fér ki a kezem itt gyors öltözésnél, meg cipzár kell mindenhova, meg tépőzár, meg most a funkcióját próbáljuk a dolgoknak kipróbálni. Igazi meseruhák, a nagy kedvenc, ez a hercegnős ruha, amit a parkba fogunk fölvenni, egy Audrey Hepburn kalappal kiegészítve. Kezdjük a legelegánsabbal, a park. Ezt ki is veszem. Ez tartozik egy vajszínű nadrág, egy vajszínű mellény, egy piros csokornyakendő, egy fehér ing. És hát ez egy nagyon-nagyon gyors öltözés, egy meglepetésszerű. Ezt most nem is mondanám el, hogy legyen sok hatás a kedves nézőknek, amikor meglátják. Szinte pillanatok alatt változunk át ebbe a jelmezbe. Ez itt a kabátom. Ez az utazós kabát, a nagy kabát, amiben megérkezek, és amiben elmegyek minden alkalommal. Úgyhogy az első, legelső képben rögtön így jövök be kabátban. Amit még nagyon szeretek, az ez a kabát. Ez az igazi Mary Poppins kabát. Próbálnak abban a szakaszában vagyunk, amit igazán az ember senkinek nem kíván. Ilyet is csak az akar csinálni, aki még nem csinált. Most áll össze a darab, és abból a millió nehéz hatáselemből, tehát egy óramű pontosságával össze kell álljon, egy nagy színpadi szerkezet. Ezek az összeállás pillanatai, hát azt kell mondjam, fájdalmasak. Gyorsöltözés az, hát bármennyi idő adott lehet rá, itt azért vannak olyan gyorsöltözések, amikre ilyen 30-40 másodperc van, ami roppant kevés, hogyha le kell venni egy blúzt, egy szoknyát, egy csizmát, és ugyanezt föl is kell venni. Mivel ilyen sok szép ruhát vartak nekünk, ebből az következik, hogy egy csomó gyorsöltözésünk van, és hát van olyan, ami nagyon-nagyon-nagyon gyors. És egy komplett ruhát kell cserélni, de hát ez is együtt jár a színészettel, hogy megtanulunk gyorsan öltözködni. A férfiak értékelni szokták amúgy. Én rájöttem, hogy tegnap előtt, hogy 20 nap van hátra, és olyan szívdobogásom lett, hogy konkrétan most már nem tudok aludni. Nem tudok másra foglalkozni. Most már a házi munkával sem, nem tudok semmit csinálni. Semmit. Csak ezt tudok csinálni.